Köszöntöm a Hosszabbítás című magazinunk nézőit. A Békés Csaba 1912 előre szurkolóit nagy meglepetés érhette, amikor az eddigi kapusedző bejelentette a visszavonulását. Hanyecz János nem tűnik el teljesen a csabai labdarúgásból, a jövőben az akadémia növendékeit segíti majd. Tekintsünk most vissza a legenda pályafutására. A Békés Csaba 1912 előre kapusedzője utoljára rúghatott labdába a Kórház utcai stadionban. Hanyecz Jánosra mindenki hálóőrként emlékezik vissza, azonban csak kevesen tudják róla, hogy nem a kapuban kezdte a pályafutását. Karrierje Gyoma-Endrődön indult, amikor Gyoma és Endrőd még két külön nagy község volt. 1974-ben igazoltak le, és akkor balszélsőnként kezdtem a pályafutásomat, de a Fülöp Imre bácsi, a testnevelő tanárom beállított a kapuban, mivel nem jött el a kapus, és utána már mondta is, hogy nem is kell neki jönni, megoldom én, és akkor így kerültem be a kapuba. Békés Csabára 1978-ban került, amikor ott még edzőként a szárnyait bontogató Mészői Kálmán dolgozott. Nagyon szerettem, amikor NB1-ben volt a Békés Csaba. Nagyon szép számú közönség volt, nagyon, én szerintem jó futballt is játszott a Békés Csaba. Nagyon sok pesti csapat félt ide lejönni, mert nem mehetett biztosra, mert csupa szívjátékosok voltak, és nagyon harcos mérkőzéseket játszottunk. Erre tényleg visszaemlékszik az ember, és ezek nagyon szép emlékek voltak, azaz 10-12-15-18 ezer ember volt itt a stadionban. A csabai évek után több helyen is megfordult, míg nem belekóstolt az edzői szakmába. 1978-tól 83-ig voltam a Békés Csaba előrének a játékosa. 83-ban átkerültem Szarvasra. Szarvason nagyon szép 11 évet lehúztam. Azaz 1994-ben Diós Győr leigazolt. Akkor még Verebes József volt az edzőm, és 94-től 96-ig Diós Győrbe játszottam. Egy osztályzó mérkőzésen nem tudtunk fölkerülni, akkor a Videoton ellen játszottunk, és mivel lejárt a szerződésem, és akkor visszakerültem Békés megyébe, azaz Békésre. Békés került föl NB3-ba, ott három évet vértem NB3-ba, utána elkerültem Gyoma-Endrődi barátsághoz, mint játékos, utána már belekóstoltam az edzői dologba is, és ott játékos edzőként kezdtem. Hanyecz János otthon kezdte el az edzői karrierjét még játékosként, majd Gyoma-Endrődről Békésre került, ahol 5 évig dolgozott trénerként, majd kinevezték a Kondoros vezetőedzőjévé. 2003-ban Subka Attila felkérésére elvállalta a Békés Csaba kapusedzői pozícióját. Igaz, elég rosszul szerepeltünk, már kiestünk akkor NB1-ből, és én elkerültem utána Vésztőre edzőnek. Vésztőn is voltam vagy 2 évet, és utána a Dajka László került vissza Békés Csabára, ez én szerintem már a második edzői pályafutása volt, és akkor ő is fölkért, hogy jöjjek vissza kapus edzőnek, és azóta, azaz 8 vagy 9 éve Békés Csabának a kapus edzője vagyok. Az elmúlt évtizedben számos, országosan is ismert kapussal dolgozhatott együtt. Békés Csabán védett a korábban szombathelyi Mursics Roland és a Debrecennel bajnokok ligáját megjárt Vukasin Poleksics, illetve a csabai utánpótlásból nevelkedett ki a későbbi Fradi és Vasas kapus Jova Levente. Ribánszky László pedig a mai napig az előrét erősíti. A Rivánszkolációban nagyon szerettem dolgozni, egy kiváló ember, egy kiváló kapus. Én szerintem még ő jó pár évet le tud húzni, még én szerintem NB1-be is tudna védeni. Per pillanat most itt a fiatal szabály egy kicsit bekavart neki. Egy Lacit az tényleg, tényleg nagyon szerettem, nagyon jó srác volt. Többek között volt nekem a Jova Levente, mint utánpótlás kapusom. Abban is nagyon szerettem dolgozni, de mivel hogy ő nagyon hamar elkerült Békés Csabáról, Ferencvárosban is védett, és az is egy kiváló srác. Hanyecz János az utolsó szezonjaiban már együtt dolgozhatott a csabaiak egyik nagy reménységével,
Uram Jánossal. A 19 esztendős hálóőr valósággal berobbant a köztudatba, miután a Ferencváros nem tudta bevenni a kapuját a két csapat magyar kupa mérkőzésén. Nagy lehetősége van. Egyetlen egy dolog, hogy ilyen fiatalon tud már ilyen osztályba védeni. És hogyha meg lesz a szorgalma, meg az alázat, akkor én szerintem minimum NB1-es kapus, de válogatott kapus is lehet, mert jó mentalitású srác, úgy mondjuk nem izgul, rendben van, a jövő az megoldja majd. A legenda nem tűnik el végleg a csabai futballból, hiszen a jövőben az akadémia ígéretes növendékeit segíti majd. A szurkolók abban is biztosak lehetnek, hogy a többi helyi csillaghoz hasonlóan Hanyecz Jánost is megpillanthatják majd a stadion VIP páholyában a klub hazai meccsei. Hanyecz János visszavonulása egyben azt is jelenti, hogy a Békés Csabának új kapusedző után kellett néznie. Most bemutatkozik Molnár Levente, aki a Puskás Akadémiától érkezett az előréhez. Felszabadítás, azonnal pozíciót fölvesztek és védenem kell. A második van, egy jó sikerült, és abból egy beadást lehúzom. A csapat új Maros Ludasi származású kapus edzője játékosként 1994 és 2010 között szerepelt profi szinten. Megfordult az NB3-ban, az NB2-ben és az NB1-ben. Molnár Levente a magyar első osztályban 127 mérkőzésig jutott. Kecskeméten kezdtem, onnan Vasasba kerültem, onnan vissza Kecskemétre és Győr, akkor Honvéd, és a Matás-Sopron volt ugye a végállomás NB1-be, utána visszakerültem Győrbe, a Integrál Dac csapatához, onnan meg a Gyirmotra, és ott fejeztem be 2010-ben a pályafutásomat. Molnár Levente tudatosan készült az edzői pályafutására, hiszen már játékos korában belevágott az új kalandba. Még profiskodtam, még játékos volt, amikor már elkezdtem az edzősködés Győrbe, Gyirmoton pontosabban. Ugye felnőtt játékos kerettagja voltam, és mellette foglalkoztam az utánpótlás kapusaival, és 2010-ben, amikor úgymond jött a lehetőség, hogy edzősködhetek, ráadásul külföldön, akkor igazából ott már nem volt kérdés, hogy ezt elvállalom vagy sem. Külföldi edzői karrierjét az Egyesült Arab Emírségekben, Abu Dhabiban folytatta, ahol 7 évet húzott le, majd jött a Békés Csaba utánpótlása. 2018-ban pedig a Puskás Akadémia második csapatához igazolt. Azt mondom, hogy ott minden adott ahhoz, hogy igazából profi játékosokat neveljenek, vagy neveljen az akadémia. Abszolút világszínvonalú az infrastruktúra. Én azt mondom, hogy a szakmai háttér is úgymond minimum európai színvonalú, és én úgy gondolom, hogy ez hosszú távon meg fogja hozni az eredményét. 2020 nyarán érkezett hozzá a felkérés, hogy vegye át a Békés Csaba kapus edzői posztját, amelyet évekig a visszavonuló Hanyecz János töltött be. Megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen nagymúltú klubban dolgozhatok, ugye felnőtt csapatról beszélünk. Tudja mindenki, hogy a Békés Csabának a múltja azért fényesebb, hogy így mondjam, mint jelen pillanatban. Molnár Levente együtt dolgozhat a nagy jövő előtt álló Uram Jánossal és a rutinos első osztályt is megjáró Ribánszky Lászlóval. Kitérve a Janikára, ugye egy fiatalt, nagyon nagy tehetség, akinek van még mibe fejlődni bőven ahhoz, hogy úgymond elérje a maximumát, ami ugye benne van, de nyilván ehhez nyilván mi szakemberek is kellünk, de elsősorban ő kell, az ő motiváció kell ahhoz, hogy ő tényleg elérje azt, ami, és ki tudja magába hozni a maximumot, ami benne van. Hogy ez most mire lesz elég, NB1 vagy válogatottság vagy külföld, ez igazából az ő motivációján is múlik. Ami a Lacit illeti, ugye egy rutinos, úgymond nehéz meccseket megjárt emberke, tehát rá úgy gondolom, hogy lehet számítani bármikor. A csapat három kapusa az eddigiektől eltérő edzésmódszerekkel is találkozhatott a felkészülés során. Én megmondom őszintén, a modern futball híve vagyok, és ugye modern kapusképzés híve vagyok. Nyilván haladni kell a korral. Amikor én kapus voltam, más módszerekkel dolgoztak a kapusedzők, ugye én is más módszerekkel edzettem. A futball sokat változott az utóbbi 10-15 évben, és haladni kell a korra, úgy gondolom, változtatni kell a régebbi, ugye időzőjelben berögzött dolgokon,
itt nagyon sok mérkőzés szituációt kell gyakorolni. Hogy a közös munka milyen eredményeket hoz majd, azt a következő szezon válaszolja meg. Újra edzésbe álltak a Lilák, miután megkezdték a felkészülést a következő NB2-es bajnoki szezonra. A csapatnak nem lesz könnyű dolga, mivel a másodosztály alaposan megerősödött, hiszen több korábbi NB1-es bajnok együttes is a feljutást tűzte ki célul. A játékosok ennek ellenére szeretnének ott lenni az élmezőnyben. Újra benépesült a Kórház utca és stadion gyepszőnyege, hiszen a labdarúgók a koronavírus miatti szünetet követően visszatérhettek a pályára. A játékosok a kényszerleállás alatt otthon készültek, ugyanakkor több idejük volt a családjukra is. Az elején ugye mindenki megijedt, hogy jön ez a vírus, meg minden, hogy most mi lesz. Vége a bajnokságnak nem lesz. Otthon kellett készülni, ki voltak adva a programok, egyéni program volt mindenkinek. Ezt helyközel mindenki megcsinálta, én szerintem. Nekem otthon igen volt segítség, a gyerekek otthon voltak, úgyhogy még pluszban nekik is kellett tartani edzést, mert ahogy én edzettem, úgy nekik is edzeni kellett, úgyhogy meg volt az edzés. A Lilák először erőnléti tréningekkel kezdték meg az alapozást a következő szezonra. Nagy Sándor úgy gondolja, hogy nehéz idényük lesz. Mert szerintem az NB2 nagyon kiélezett, mivel szukon múlhat egy győzelem, vagy akár egy vereség, kirúgja be az első gólt. Az annak NB2-ben nagyon nagy jelentősége van szerintem. A következő szezonban bizakodó vagyok, mert a csapat magja megmaradt. Én szerintem nem játszottunk rossz focit az előző bajnokságban se, csak nem, egyszerűen a fordulópontokban nem jól jöttünk ki. Most már még erősödtünk is, új játékosok folyamatosan jönnek, én még úgy tudom, hogy lesz még érkező, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve. Az előző szezon kényszerű befejezésekor nem állt jó helyen az előre, de a Ferencváros elleni decemberi Magyar Kupa győzelmet még mindig szívesen emlegetik a szurkolók. Hát igen, a kupa siker az nagyon jó volt megélni a pályán is. A következő, nem tudom, ezt a vezetőség majd megfogja, mi minél több, minél jobb. Szerintem egy játékosnak az a jó, hogyha azt tűzi ki maga elé, hogy első legyen. Nyilván a realitásokat nézni kell. Én szerintem ott leszünk az elején. Kettő jót csinálj, kettő jót! Az a dízel. Közelíts, Pau, közelíts és ütöm, igen. A csapat vezetőedzője sem Békés Csabai származású, így a kijárási korlátozás alatt többet lehetett együtt a családjával, de a labdarúgás szempontjából nem örült a hosszabb kényszerszünetnek. Ha futball tekintem, akkor egy elég szomorú időszak volt ez, hiszen senki nem tudta azt csinálni, amit szeret, tehát nem tudtunk futballozni, nem voltak nézők a pályákon, ami nem volt minden, elmaradtak a hétvégi mérkőzések, ami nekem személy szerint nagyon hiányzott. Emellett a másik oldal, hogy a családdal most kicsit többet tudtam én is lenni, gyermekeimmel, de mondom, rettenetesen hiányzott a futball, gondolom a szurkolóknak is. A nyári átigazolási időszakban a kulcsemberek szerződést hosszabbítottak, így maradtak az együttesnél, ugyanakkor a klub több új játékost is szerződtetett. Természetes, hogy volt egy változás, hiszen szükséges egyfajta megújulás, hogy én látom Békés Csabán, tehát szükség van olyan játékosokat behozni, akik céltudatosak, akik NB1-be szeretnének még játszani, ambíciózusak, tudják segíteni, kicsit fel tudják rázni azokat a játékosokat, és tudják segíteni azokat a játékosokat, akik korábban itt voltak. Tehát az új játékosoktól inkább azt várom, hogy új impulzust hozzanak be az öltözőbe, felrázzák a csapatot, és jól teljesítsenek. A mai napi két játékos érkezett, az egyik a Bora Gyuri, akivel együtt dolgoztam. Ő belsővédő, nagyon jó mentalitású srác, aki nem szeret veszteni, ugyanúgy, ahogy én sem. Egy győztes mentalitású, jó a személyisége, nagyon szeret edzeni, szereti a munkát, ez pozitív. A Paudics Patrik egy olyan játékos, aki szerintem az NB2-ből az egyik legjobb támadó. Én korábban is szerettem volna már megszerezni a csapataimhoz. Gólérzékeny, nagy munkabírású ő is, és bízom benne, hogy mind a ketten igazolni fogják a hírüket, és jól fognak teljesíteni Békés Csabán. Schindler Szabolcs említést tett a szakmai stábban történt változásról is, hiszen a jövőben Molnár Levente segíti majd a hálóőröket, aki a visszavonuló Hanyec Jánost váltotta a kapusedzői pozícióban. Változást nem jelent, hiszen ugyanúgy a kapusokkal fog dolgozni. Hanyec Janinak ezúton is szeretném megköszönni a munkáját, hiszen ő azért nekem kalapot kell emelnem, hiszen egy olyan klubikon, aki nagyon sokáig dolgozott egy klubba, tehát én innen is szeretném még egyszer megköszönni a munkáját.
segített engem, de nagyon sok kollégát segített az előző évtizedben, tehát rengeteg kapussal dolgozott. A Leventéről annyit, hogy ő a Puskás Akadémiáról érkezett, korábban volt egy évet, úgy tudom, Békéscsabán az utánpótlásban. Biztos, hogy jó fogunk tudni együtt dolgozni, ő is ambiciózus, szeret dolgozni, korábban dolgozott ő is fiatal kapusokkal, nekünk is két fiatal kapusunk és egy tapasztaltabb kapusunk van, a Laci, tehát biztos, hogy bele fog illeni ebbe a stábba. A szakember fontosnak tartotta a felkészülés elején, hogy megerősítsék a csapatot. A csabaiak Bora György és Paudics Patrik mellett a fiatal védekező középpályást Kitül Miklóst is szerződtették, illetve a tapasztalt jobbszélső Szabó Péter játékjogát is megszerezték. Schindler Szabolcs hozzátette, ugyanakkor továbbra is cél, hogy minél több fiatalt építsenek be a csapatba a csabai utánpótlásból. Rengeteg klub nagyon nehéz helyzetben van. A saját nevelés biztos, hogy fel fog értékelődni. Tehát azok az akadémiák, akik jól dolgoznak, említettem a Békéscsabát is, ahol azért rengeteg olyan játékos nevelkedett fel, akik lehet, hogy nem nálunk játszanak, de más klubban játszanak, NB1-ben, NB2-ben, tehát itt is jó utánpótlás zajlik, és bízom benne, hogy minél több játékos fel tud kerülni. Most az idejében egy játékos került fel az utánpótlásba, az akadémiáról, az első csapat tagja lesz a Hodonyicki. Benne elég sokat látunk, igaz, hogy ő is 2001-es, tehát a következő évben már nem számítható fiatalnak, de bízunk abban, hogy minél többen fel tudnak jönni majd az akadémiáról, hiszen sokkal könnyebb helyzetben lennénk. Ezért is van nagyon fontos szerepük, hogy milyen munkát végeznek az utánpótlásban itt is Békéscsabán. A vezetőedző reméli, hogy egy ütőképes csapatot állítottak össze, amely minél előrébb végez a bajnoki tabellán. Ha csak rajtam múlna, akkor az első hatba szeretnénk végezni, de helyezést nem mondanék, mert nagyon kiegyenlített a mezőny. Kapásból 10 olyan csapatot tudok mondani, akik nagyon nagy költségvetésre fognak részt venni az NB2-ből, és a másik, ami fontos, hogy nem tudjuk, hogy ki az, aki kiesik még az NB1-ből a Kaposvár mellett. A hétvégén sok minden eldől. A másik pedig, amit mondtál, a szürke csapatokat, az igaz. Szürke csapatokat nem nagyon szeretem. Azt szeretem, hogy egy csapat markáns is leteszi a névjegyét. Tavaly évben összességében nem sikerült mindig kilépni a szürkességből, de voltak olyan mérkőzések, meg időszakok, amikor szerintem a csapat nagyon jól teljesített. Egy kicsit betudható annak, hogy rengeteg fiatal játékosra szerepeltünk, akiknek a teljesítménye azért ingadozó volt. Sajnos ez a realitás, tehát hogyha egy klub rengeteg vagy sok fiatalt szeretne beépíteni, sok saját nevelésű játékost, akkor nagyon nagy szerepe van annak is, hogy mennyire vagyunk türelmesek a játékosokkal, mert ha nem vagyunk türelmesek, akkor egy-két meccs után ki lehet rakni ezeket a játékosokat, és lehet, hogy elkalódnak, de én úgy gondolom, hogy nem szabad a fiatalokat elengedni, ezért több esélyt kell adni nekik, amiben benne van sajnos olykor a rosszabb eredmény, de optimista vagyok, idén egy szintet lépünk. A Lilák ebben az évben is szeretnék megnehezíteni a nagyobb csapatok dolgát, és hozni a kötelezőt a gyengébb játékerőt képviselő együttesek ellen. Az összes nagy csapat ellen sikerült bravúrt szereznünk. Ha azt mondom, hogy a Vasas egyetlen egyszer nem tudott megverni tavaly bennünket, az MTK egyetlen egyszer nem tudott megverni bennünket, és az MTK azért fölényen se nyerte az NB2-t, és játékban is ezek a csapatok ellen jól játszottunk. Tehát az egyik dolog az biztos, hogy ők, azt tapasztalatból mondom, ha tévés meccset játszunk, akkor mindig jól játszik a csapat. Sajnos azt nem tudjuk elérni, hogy 38 tévés meccsünk legyen. A kupáról viszont annyit, hogy a kupának más lélektana van. Nekem szerencsém volt, én kétszer tudtam a magyar kupát nyerni. Mindig mondom a játékosoknak, hogy teljesen más. Egy meccsre kell felszívni magunkat. Ugyanez volt a Fradi ellen. Lehet, hogy 10-ből 9-szer megvernek bennünket, de mindig van egy pillanat, egy nap, amit ki lehet használni. Bízom benne, hogy ősszel is tudunk olyan meglepetést okozni NB1-es csapat ellen, akit esetleg le tudunk győzni. A Békés Csaba 1912 előre az első bajnoki mérkőzését augusztus 2-án vasárnap játsza a Szeged otthonában. Schindler Szabolcs csapata tovább erősödött a nyári szünetben, hiszen a klub új igazolásokat is bejelentett, valamint a kulcsemberek maradtak az együttesnél. Most bemutatkoznak a Lilák új szerzeményei. A Békés Csaba első igazolása a nyári szünetben Bora György volt, aki belső védőposzton bevethető. A DVSC utánpótlás csapataival kezdtem a pályafutásomat, majd kerültem a Magyar Futball Akadémiára Kispestre.
végigjártam a ranglétrát. Sajnos az első csapatban nem sikerült bemutatkoznom tét meccsen. Az NB3-as csapatból igazoltam kölcsönszerződéssel Sziget-Szent Miklósra, majd onnan ugyanúgy kölcsön Dorogra 2 évre, amikor is megvásárolt a Balmazújváros csapata. Sajnos az ottani helyzet, ami kialakult, nem volt túl pozitív, ezáltal az elmúlt évben Siófokra igazoltam, majd most nyáron volt lehetőségem, hogy ideigazoljak Békés Csabára. A középhátvéd nagy reményekkel érkezett az előréhez, ellenfélként a Lilák támadói mindig megnehezítették a dolgát. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, nagy múltú klubnak lehetek a játékosa, mindig is vonzó volt számomra a Békés Csaba. Korábban már említettem, hogy ellenfélként többször is jártam itt. Nem emlékszem arra, hogy sikerült volna győztesen elhagyni a pályát. Mindig is úgy tekintettem a Csabára, hogy ide nagyon nehéz eljönni, meccset játszani és nyerni, jó eredményt elérni. Ezúton is szeretném megköszönni a vezetőségnek, a szakmai stábnak, hogy megszavazták a bizalmat nekem, és hadd ragadjam meg, hogy a menedzseremnek, Pap Gábornak is, és a Csempsport irodának megköszönjem a munkáját, alázatos munkáját, hiszen mindenben támogatnak, ugyanúgy, ahogy természetesen a családom és a párom is. Nagyon pozitív előjelekkel érkeztem. Igazából olyan érzésem van, ami nagyon ritkán van úgy egy ember életében, hogy én csak pozitívan tudok tekinteni a dolgokra. Alapvetően egy pozitív ember vagyok, de egy fikarcsnyi rossz érzés semmi se volt bennem, mikor lejöttem a Csabára, a klubhoz, aláírtam a szerződést. Én úgy gondolom, hogy ez a kaland csak pozitívan érhet véget. Bora György szerint Schindler Szabolcs és stábja mindig intenzív edzéseket tart, de minden egyes tréning után egy jó leső fáradtságot érez. A védő hozzátette, a klubnál mindenki segítőkész, a hangulat jó és a várost is kedveli. Nekem nagyon pozitív az egész, egy szép város igazából. Ott sikerült lakást kivennem a sétányon. Bízom benne, hogy sok boldog évet is eltölthetünk itt. A Lilák támadó szekciója is tovább erősödött Paudics Patrikkal, aki pályafutása során eddig 353 mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 145 gólt szerzett. Felcsutó nevelkedtem, ott voltam 5 évet az akadémián. Ott nagyon sok sikereket értünk el, U19-es bajnok, U18-as bajnokok voltunk szerencsére. Voltam tűz közelben ott mondjuk a videóton első csapatánál, és sajnos közben jött egy sérülés, keresztszakadásom volt, de nagyon hálás vagyok ott is, hogy felépítettek, meg tudtam bizonyítani. Első csapatnál mondom, nagyon sokat tudtam edzeni, Magyar Kupából is játszottam, igaz, az NB1-ben sajnos nem tudtam bemutatkozni még, remélem még eljön az idő ennek is. De most csak arra fókuszálok, hogy itt a előrével nagyon jó eredményeket érjünk el, meg sok gólt lőjek, meg sok győzelmet szerezzünk. A felek közötti egyeztetések már májusban elkezdődtek, Paudics Patrik pedig nagy kedvel öltözött Lilába, hiszen a klub elképzelései meggyőzték az átigazolásról. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek a szakmai stábnak, hogy megmutattak ekkor erőt, hogy megszerezzenek. Nagyon, nagyon, nagyon szeretnék jó teljesítményt nyújtani, meg az egész csapatnak is szeretném azt, hogy előre végezzünk a tabellán. Szóval nagyon pozitív vagyok itt a mindennapokban. A csatár legutóbb Dorogon szerepelt, ahol korábban Schindler Szabolcs is edzősködött, azonban most dolgozhatnak együtt először. A hangulat első pillanattól kezdve, amikor beléptem az öltözőbe, nagyon pozitív volt. A csapattársak is jól fogadtak, igaz, hogy még de nem lesz gond a beilleszkedéssel, be kell állni a sorba, csinálni kell a munkát keményen, mert itt elvárják azt, hogy mindenki keményen dolgozzon, mert ez is egy munkahely. Nagyon-nagyon sok sikert szeretnék elérni, és szeretném az első 6-ba mindenképpen besorolni magunkat. A Lilák új támadója nemrégiben apai örömök elé nézett, és a családjával együtt költözött Békés Csabára. Nagyon eszméletlen érzés, nagyon boldog, nagyon nagy boldogsággal tölt el, ahogy tényleg megszületett a kislányom. Még amúgy én is tudom úgy feldolgozni, hogy ott van a kis szerelmem a másik szobában, hogy mellettünk. Nagyon sok erőt szerintem adni fog nekem, meg most is ad. Igaz, még nincsenek itt a családom, még egy pár hét is leköltöznek ők is.
de nagyon várom már, hogy ott jöjjön ki a meccsekre is, mert ugye már az is meg fog történni. Szóval nagyon pozitív vagyok azzal kapcsolatosan is, hogy nagyon sok energiát fog adni nekem, hogy a 90. percben eldöntsem a egyik meccset. Szóval tényleg nagyon várom már ezt az egészet. Kitil Miklós neve akkor vált ismerté, amikor 17 évesen a Kecskemét színeiben az első élvonalbeli mérkőzésén gólt szerzett a Ferencváros ellen még 2014-ben. Kiskumásán kezdtem el futballozni, édesapám kezd alatt egészen 14 éves koromig, utána egyet eltöltöttem a Magyar Futball Akadémián, és onnan kerültem Kecskemétre az utánpótlásba. Ott 3 évet játszottam az utánpótlásba, és utána sikerült profi szerződést kapnom a klubtól. És szerencsére rögtön az első mérkőzésemben be is találtam a Fradinak. Ez nagyon emlékezetes meccs volt még, hogyha ki is kaptunk, nekem örökre emlékezetes marad. Úgy gondolom, hogy jól sikerült ott az első szezon, csak történt ugye ez a licenc megvonás, és sajnos kizárták a klubot. Bár a Kecskemétet akkor kizárták az első osztályból, Kitl Miklósnak nem kellett a megyei bajnokságokban pályára lépni, mivel a Diósgyőr révén ismét lehetőséget kapott az NB1-ben. Nem mondanám túl sikeresnek, a csapatnak sem ment nekem se annyira. Az első fél szezonban volt, ahol stabilan játszottunk, talán volt egy keresztalak sérülés, akkor kidőltem fél évre, és utána bekerültem a csapatba, hol nem, utána kevesebbet játszottam, sok edző is megfordult abban az időben, és két és fél év után döntöttem úgy, hogy elhagyom a csapatot a kevés játék lehetőség miatt. A középpályás Dorogra került, ahol együtt dolgozhatott a csabaiak jelenlegi vezetőedzőjével. Schindler Szabolcs kezei alatt újra felépíthette magát a sérülése után, most pedig újra az egykori szélsővédő játékosa lehet. Megkeresett a Békés Csaba, először Schindler Szabolcs vezetőedző, ugye vele dolgoztam korábban, az ő személye az, ami ide vonzott, meg tényleg ez egy nagy múltú klubnak mondható szerintem. Nagyon örültem a megkeresésnek, és boldogan vágtam bele a kalandba. Az együttes tréningjeim már részt vehetett az utánpótlásból felkerülő Hodonicki Márk is, akinek saját bevallása szerint az álma vált valóra azzal, hogy profi szerződést kapott. Vajdaságból jöttem, Szent Tamásról, és ott is kezdtem a futballpályafutásomat Szent Tamáson, utána egy pár év után átkerültem Vojvodinába. Ott voltam 3 évet, és a kevés játék lehetőség miatt jöttem Magyarországra, először Hódmezővásárhelyre. Ott egy évet voltam, és az itteni edző Láza János keresett meg ott Hódmezővásárhelyen, és hozott ide Békés Csabára 2016-ba, és U16-tól egészen U19-ig itt szerepeltem Békés Csabán, majd U19-ben még a megyei csapatban is játszottam, és akkor kaptam a lehetőséget, hogy aláírjak. A 19 esztendős játékos a középpálya közepén bevethető, korábban az U19-es együttesben csapatkapitány volt, de az előre kettőben is pályára lépett a megye egyben. Én is azt várom, hogy minél fentebb végezzen a csapat, és magamtól pedig azt várom, hogy mielőbb be tudjak mutatkozni bajnoki mérkőzésen. Barátságosan már sikerült, úgyhogy remélem, hogy bajnokon is mielőbb sikerülni fog. Később a csapat bejelentette egy rutinos szélső, Szabó Péter szerződtetését is. Hogy az új játékosok hogyan teljesítenek majd, az kiderül a csapat első bajnoki mérkőzésein. Ennyi fért bele a mai magazinunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a viszontlátásra!